megint hosszúra nyúlt az éjszaka, s a reggel korán rám köszönt. Megint megjelent a démonom szava, két ólom nehéz sóhaj között. Oh-oh. A gondolat, hogy egyszer elfogyunk, néha megrémít nagyon, és hogy magunk után majd egyszer mit hagyunk. Az asztalom, ó, az asztalom. De hiszem azt, hogy nem lesz baj, mert szeretni még tudok, ha visszakapok tőled egy pillantást. Hiszem azt, hogy nem lesz baj, szeretni még tudok, mindig ezt hajtod tovább. A Szeretni még tudok című duetthez készült videóklipet láthattátok, vendégünk pedig Maja és Lombos Márton. Sziasztok! 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 Maja, ez a dal, ez a duettes projektedben készült el. Mi ez pontosan ez a projekt? Mikor és miért hoztad létre? Hát igazából a Covid-hoz köthető ennek az egésznek az induló pontja, mert hogy mivel ez a lezárás ránk is óriási nagy hatással volt, ezért úgy döntöttünk, hogy nem fogunk szomorkodni, hanem igenis valamit fogunk csinálni, és hát így átmentünk az online térbe, és akkor meg is született az akkor is című dalunk Kocsis Tiborral, és hát mivel azt mondtátok, hogy nagyon gyorsan kell nagyon sok dolgot elmondani, hát bele is vágok, hogy Lombos Marcival pedig a Szeretni még tudok című dalt hoztuk össze, és ennek nagyon örülök. De hogy egyébként ez a duettes projekt, ez majd szeretném, hogyha egy duett estel végződne, és azt a sok-sok mindenkit, akivel szeretnék még duettezni, így összecsődíteni majd, mikor már lesz rá lehetőség, és egy jót szeretnék velük koncertezni. Ilyen gyakorlatilag 12 darab sztárgázsit kell kifizetnetek. Biztos, hogy olyan drága koncert lesz. Elég drága koncert lesz. De jöjjenek el az emberek, és akkor nem lesz baj. Ez a dalszöveg az utóbbi két évnek a nehézségeiről szól. Hogyan született ez a dal? A dalt azt én kaptam, tehát hogy volt egy vázam, és egyébként érdekes, hogy nem is volt rajta ének dallam. Volt egy kb. Hangulat, amit így tudtam, hogy a Maja hogy él, mi azért így tök jóban vagyunk. Most mondhatnám, hogy a családok, a gyerekek még nem ismerik egymást, de mi azért így felnőttek, igen. És sokat beszélgetünk is a gyerekekről, tehát mi újság, ő is kérdezi az én csajaimat, én is mindig érdeklődöm az ő fiai iránt, de tényleg, szóval, hogy mi így vagyunk. És akkor egyből csak... igen mondtál, gondolom, Maja Mekerel. De mi már nagyon régóta együtt dolgozunk, tehát most már az ilyen 10 éve minimum, azt hiszem. Igen. Most nagyon nehéz a matek, mert nagyon nehéz így visszamenni. Ha rád nézek, akkor rajtad nem látszik, hogy milyen rajtad régóta dolgozunk se. Együtt. De hogy tényleg régóta. Ez látszik, hogy működik a kémia köztetek. Szerintem így csak kéne lennünk is, így simán el tudnátok beszélgetni. Zsediális. Megígértük, hogy visszafogjuk magunkat. Ne fogjátok vissza magatokat miattunk semmiféleképpen sem. Meséljetek inkább a videóklipről. Ennek nagyon érdekes a története egyáltalán. Kinek az ötlete volt ez a koncepció, vagy egyáltalán mit láthatunk? Elindultunk egy koncepció alapján, ami a rendezőnek volt a koncepciója. Én azt éreztem, hogy ennél lehetne egy kicsikét ilyen Guy Ritchie-sebb dolgot csinálni. És a Marci kiragadott belőle egyébként egy tök jó vonalat, és ez volt maga ez a pókerezés, és aztán végül innen indultunk el. Igen, nekem az eredeti koncepció szerint egy ilyen jó fiú szerep volt kitalálva. Az nem az én szerepem. Azt én annyira nem csípem. Tehát, hogyha ezt te tudod, hogyha én színészként, így ha a jó fiú szerepbe kéne ülnöm, akkor én szerintem ott vagy nagyon röhögnének rajtam, vagy nem tudom, vagy pont az lenne a szerepem, hogy nem tudok sem mozogni, sem beszélni. De ez kőkemény dráma lett. Igen, igen. És akkor ebbe így beleszálltuk, hogy mi lenne, hogyha eleve rosszalkodnánk, hogyha mondjuk így kártyáznánk, ha pénzben. Mi lenne akkor, hogyha azért ülnénk le ehhez az asztalhoz kártyázni, hogy leszedjük a szemben ülőket. Tehát, hogy mi tulajdonképpen ebben a videoklipben egy kicsit gangsterek vagyunk, azért ülünk oda egy asztalhoz, mintha nem ismernénk egymást. Eközben pedig együtt indulunk, el egy csókváltással indul, amit egyébként nagyon bravúrosan oldottunk meg, és hogy alapvetően viszont az is nagyon fontos, hogy ez egy olyan pókerparti, ahol már a nőnek is osztanak lapot, ahol én nem csak ott vagyok. Még szép, ezt nagyon szeretjük. Hogy a férfias kemény világban itt a nőnek is ugyanolyan szerep jut. Abszolút. Én egyébként nem is mondhatok más, mint négy nővel élek együtt. Na, ugye? Igen. Inkább otthon nálunk inkább a férfiaknak nem osztanak lapot. És milyenek a visszajelzések?
Az az érdekes, hogy ugye én már ezt egyébként is megtapasztaltam, hogy mindig, hogyha egy dalt az útjára engedünk, akkor annyi új történet születik még belőle. És hogy én alapvetően azt érzem, hogy mindenki megtalálta ebben a dalban szintén a saját kis történetét, ugyanúgy, ahogy mi is a kiinduló ponttól, mert annyiféle olvasatot beleláttunk ebbe a történetbe, ebbe a dalba is, külön a videoklipben is, hogy én ezt érzem ugyanígy vissza azoktól, akik visszacsatolást adnak, és egyébként főleg nők. Igen, ezt akartam mondani, hogy nekem férfiak nem nagyon jelentkeznek. Van a baráti körömben olyan egyébként, aki pont egy ilyen hangulatban van, mint amiben megfogalmazódik ez a dal, de nők szeretik. Tehát, hogy azt nekem mondják, hogy csípik. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek kifejezetten jó visszajelzések. És szerintem a férfiakat kellene arra bátorítani, hogy ez az a történet, amivel nekik is meg kellene ismerkedni. Ha, de gondolod egyébként, hogy a férfiak azok emocionálisak ennyire? Az a baj, hogy sajnos ezt a beszélgetést folytatnunk kell, csak akkor nem a videoklip kapcsán, hanem akkor ez lesz a téma, amivel eljöttök hozzánk. Ura, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és további sok sikert kívánunk nektek.